Mindenki Akadémiája színpadán dr. Makara Mihály, belgyógyász. Üdvözlöm Önöket, a Szent László Kórházban dolgozom orvosként, embereket gyógyítok, testüket, lelküket. Sok olyan betegséggel találkozik dr. Makara Mihály belgyógyász, hepatológus, amelynek nem csak fizikai, hanem lelki tünetei is vannak. Ezek a HIV pozitív betegegyesületnek van egy ilyen magyar jótékonysági díja, egészségügyi kategória, főnövérem és magam kaptam egyik évben. Annyira mellékhatásmentes a kezelés, hogy mindenki. Dr. Horváth Károlyné főnővérrel az aktuális kezelésekről konzultálnak. Makar Mihály orvos családból származik, ám az apai jó tanácsok közül nem a szakmai az, amelyikre a leginkább emlékszik. Nem konkrétumokat tanultam a élő szemléletet. És az egyik ilyen volt, hogy, hogy mi az alapja, hol van az ugrópó? Meg kell találni az ugrópó. Ma számos májbetegségben szenvedő pácienst kezel a Budapesti Szent László kórházban. A betegségek egy része valamilyen káros szenvedély szokás miatt alakul ki, ezért aztán rengeteg függő beteggel találkozik munkája során. Ezek pedig, amik itt a falon láthatók, ezek mind betegek által készített képek. Gyakran van, hogy karácsonykor alig bírok hazamenni, Fontosnak érzi, hogy azok, akik függőségük miatt betegedtek meg, ugyanolyan ellátásban részesüljenek, mint más embertársuk. Az ember, hogyha nem úgy viselkedik, hogy nagyon tízzel forintot rendesen ellátom, hanem azt mondom, hogy itt nem pénzért dolgozom, nem szükséges, ugyanolyan jó ellátást fog kapni. Attól az embereknek hálás. Makara Mihály a Szemmelweis Egyetemen végzett, majd tanult Kanadában és az amerikai Egyesült Államokban is. A Szent László Kórház központi felnőtt szakambulancia vezetője volt, számos szakkönyv szerzője. Manapság a betegségeink jelentős részének a hátterében a kóros életvitelünk, a szenvedélyek, a negatív életvitel áll, és ezek mögött van egy közös tényező, a negatív gyermekkori élmények, és ez az előadás arról fog szólni, hogy mennyire így van. Kóros magatartás formáink a gyermekkorunktól származnak. A szenvedélybetegségek hátterének okait fogalmazza meg több évtizedes tapasztalata alapján Makara Mihály. Azt már apaként fűzi hozzá, hogy a szülői fegyelem sok gyerekkori élménynek az alapja. Az a pozitív kötődés. Amikor a gyermeken például oda Leveszi a klaviatúrát, a lábamról itt szoktam gyakran pöttyögni, beül az obenbe, és azt mondja, hogy apa, figyelj. És akkor figyelni kell. A büntetés végrehajtási intézetekből is érkeznek hozzá májbetegek. Épp kezelésükről egyeztet Makara doktor a főnővérrel. Nem kell, hogy itt t kapjanak már a BV-ben sem adunk Már a BV Sem, hiába fiatalok, hiába attól is meggyógyulnak viszonylag tablettás, egyszerű kezeléssel fogjuk meggyógyítani ezeket a betegeket is, több lesz. A módszerek és a gyógyszerek időről időre változnak, de, mint ahogy azt Makara Mihály mondja, tudomásul kell vennünk, hogy a káros szenvedélyekre való hajlam alapvető emberi tulajdonság ahhoz az élménykereséshez hasonlítja, mint amikor a Vidán Parkban kipróbáljuk a veszélyes játékokat is. Ugye az egy kontrollált veszélyt jelent. Tehát az ember valamennyire szereti a veszélyt. A kontrollált veszélyt. Ezek az emberek kontrollálatlanul is szeretik a veszélyt. Az alacsony önértékelés miatt. A Mindenki Akadémiája színpadán dr. Makara Mihály, belgyógyász, és témája a szenvedélybetegségek háttere. ábrám mögöttem láthatják a betegeket, akikkel foglalkozom. Ugye a IV kábítószerrel, intravénás kábítószerrel összefüggő hepatitis C vírus, a különböző szexuális magatartásokkal összefüggő hepatitis B vírus fertőzés, Természetesen ma is számos alkoholista beteggel találkozom, májbetegségükkel, számos elhízott embernek a májbetegségével, időnként persze találkozom a dohányzás okozta negatív történetekkel is, és néhányszor direkt öngyilkossággal. Ezeknek egy dolog áll közösen a hátterében. Ugye látszólag teljesen különféle betegségek, de mégis van egy közös tényező. A közös tényező pedig az negatív gyermekkori élmények, angolul adverse childhood experiences, aceként rövidítik, és az ábrákon, amikor az ace felirat látható, mindig a negatív gyermekkori élményekre kell gondolni. Ugye minden a fejben dől el, a negatív gyermekkori élmények hatására alakul ki az az életmód, aminek következtében a betegségek, aminek következtében akkor korai halálozás. Ebben az előadásban azt fogják megérteni, hogy mennyire így van. Melyek ezek a negatív gyermekkori élmények? Az eredeti vizsgálatot több mint 17 ezer emberen végezték el. Egy kérdőívet töltöttek ki 17 ezer ember Amerikában a Kaiser Permanente biztosítóban. Ugye a biztosítóban ott volt a teljes életvitel, teljes egészségügyi élettörténetük, és kitöltöttek tíz kérdése vonatkozó választ. Ezek biztosított amerikaiak voltak, akiknek túlnyomó rész volt munkahelye, és volt biztosítása. Kérdések nagyon kemények voltak. Nagyon specifikusak, pontosan feltett kérdések. Első kérdés. Gyakran vagy nagyon gyakran. Verték gyermekkorában, vagy oly módon megverték, hogy kék-zöld foltok, sebek keletkeztek magát? Második kérdés. Lelkileg bántalmazták-e oly módon, hogy úgy gyakran vagy nagyon gyakran ordibáltak önnel? Vagy oly módon fenyegették, lealázták, hogy testi épségét féltette? Harmadik kérdés. Szexuálisan bántalmazták-e, közeledtek-e önhöz, simogatták-e is itt tovább, vagy direkt behatolást próbáltak meg? Negyedik kérdés. Elhanyagolták-e oly módon, hogy senki nem törődött magával? Senki nem foglalkozott azzal, hogy mit csinál? Senki nem értékelte, hogy mit csinál? Vagy elhanyagolták-e oly módon, hogy nem volt mit ennie, vagy Kozasulába kellett járnia? Az ábrán tetszenek látni a számokat, fizikai bántalmazásban részesült az emberek 28%-a. Aki erre a kérdésre, hogy gyakran vagy nagyon gyakran vertéke, azt válaszolta, hogy igen. A második öt kérdés az a szülőkre vonatkozik. Ugye családban előfordult-e alkoholizmus vagy kábítószerfogyasztás a közvetlen családban? Második kérdés, szülők vállása. Ugye ebben a vizsgálatban ez 23 százalék volt. Ma Magyarországon ez ugye az 50 százalék felé közeledik, tehát ha Magyarországon fognak végezni, én végzek egy felmérést, erről még lesz szó, azt gondolom, hogy a negatív gyermekkor élmények, az az acék száma Magyarországon valószínűleg még magasabb lesz, mint ebben az amerikai vizsgálatban. A további kérdések, elmebeteg volt-e a háztartásban? édesanyját vertéke, ugye, aki beigszelt, az látta, hogy verte az édesanyját, az apja. És ugye börtönben volt-e? Tehát az zseniális ebben a kérdéssorban, hogy ugye a szülőkre vonatkozó kérdések kiderítik akkor is a negatív gyermekkort, amikor valaki nem emlékszik arra, hogy rosszul bántak vele. Olvastam egyébként egy ilyen blogban egyszer, hogy valaki arról jött rá, hogy negatív gyermekkori élményei vannak, hogy nem emlékezett semmire 12 éves kora előtt. Semmire. Majd mély explore, explorációban, ö, feltárással sikerült azt kideríteni, hogy igen, tele volt gyermekkori élményekkel, amire nem akart emlékezni. A vizsgálatban, amikor összesítették az adatokat, akkor a válaszadóknak csak 36%-a mondta azt, hogy mindegyik kérdésre nem a válasz. Azaz egyetlen acélja sincsen, nincsen negatív gyermekkori élménye. És ami a másik fontos szám, 12,5% mondta azt, hogy négy, van annál többféle negatív gyermekkor élménye van, azaz négy kategóriára igennel válaszolt. Ugye, ha ezt Magyarországra vetítjük, a 12,5 százalékot, ez több, mint egy millió ember. Ha Magyarországon az arány hasonló, én attól félek, hogy egy picit rosszabb az arány. Ugyanakkor azt is találták, Hogyha valaki egy kérdésre pozitív választ ad, akkor 85 százalék esélye van, hogy egy második kérdésre is pozitív választ ad, és 70 százalék esélye van, hogy három kérdésre is pozitív választ ad. Azaz nagyon halmozódnak. Ha egy diszfunkcionális, kóros családban nő föl valaki, akkor nem egyfajta negatív élmény van, hanem rendszerint több. Tehát verik is, meg el is hanyagolják. Édesapja alkoholista... Ugye rösszön összejön 3-4, börtönbe került. A dolgoknak nagyon sok következménye volt. Tehát ebben a vizsgálatban megnézték azt, hogy mennyi a direkt öngyilkosságok számaránya. Azt láthatjuk a bal oldalon ott a nulla van fölül az oszlop tetején, barna oszlop hogyha nem volt nel, akinek negatív gyermekkor élménye, azaz a célja, abban az esetben az öngyilkosságok aránya nulla körüli, egy két százalék. Ugye azt is figyelembe vehetjük, hogy ugye, ha valakivel valami negatív történt, lehet, hogy nem emlékezett rá, vagy ez az is lehet, hogy a kérdőjükben azt mondta, hogy nem. Gyakorlatilag azt találjuk, hogy nem fordul senki saját maga ellen, ha a lelkerendben van. És a másik oldalon azt látjuk, a túloldalon a lila oszlop, ha négynél több a negatív élmények száma négy vagy annál több, az emberek 20%-a bizonyítottan, orvosilag dokumentáltal saját maga ellen fordul, azaz öngyilkossági kísérletet követel. Itt nem arról van szó, hogy jaj, meg akarok halni. Itt arról van szó, hogy megkísérelt egy öngyilkosságot, és orvosi ellátásban részesült. 20 százalék. Következő ábrákon az intravénás droghasználatot látjuk. Ezrelékek abban az esetben, hogyha nincsen negatív gyermekkori élmény négy vagy annál több negatív kategória esetén ez 3,5 százalék környékén van. A következő ábrán azt láthatjuk, hogy a kóros elhízás hogy alakul. Ugye amerikai vizsgálat, az emberek 5 százaléka akkor is elhúzott, ha tök jól van. Ez Amerika. De 12,5 százalékra emelkedik akkor, ha tele van valaki negatív élményekkel. Felitti professzor, aki az eredeti vizsgálatot csinálta, úgy fedezte föl ezt a problémát, hogy elhízott betegekkel foglalkozott. És azt látta, hogy azok a nő, akikben a dolog sikeres, fogynak, azok nem jönnek vissza a kontrollra. Majd elkezdte megkérdezni, valahol ráérzett arra, hogy ez összefügg a növekedéssel, megkérdezte, hogy az első szexuális kapcsolata idején hány kiló volt? És azt a választ kapta, hogy 20 kiló voltam és 12 éves. Ez vezette el oda, ugye a férfiak elleni védekezés egyik potenciális mechanizmusa, jó kövér leszek. És nem fognak bántani a férfiak. És aki visszafogy és újra csinos lesz, hát annak a védekező mechanizmusát vette el. Tehát valahol a történet összefoglalóan úgy néz ki, hogy jönnek a negatív gyermekkori élmények, ami egy kóros agyi fejlődés, egy kóros viszonyulást okoz az emberekhez, odafordul valaki, az elrugdossa, vagy oda se fordul, csak belerúg. Vagy mondja, hogy szeretném elmondani, apa, mi történt vele. Hagyjál békén, fia! Ugye ez... Kóros agyi folyamatokat fog elindítani. Gyakorlatilag egyébként sokat vizsgálták azt is, hogy a különböző kérdések közül melyek a legjelentősebbek. És igen, a legjelentősebbek az érzelmi elhanyagolás, az érzelmi bántalmazás és a szexuális bántalmazás. Ezek a tíz kérdésből a legjelentősebbek. Nagyon sok vizsgálatot végeztek az eredeti amerikai Kaiser permanentébe végzett vizsgálatot követően, és ezen nagyon sok vizsgálatból fogok néhányat bemutatni önöknek. Ebben a vizsgálatban azt nézték meg, hogy tanulási és magatartás zavarok van, nincs gyermekek, van-e negatív gyermekkori élményük. És azt találták, hogy abban az esetben, hogyha nincs gyerm, negatív gyermekkori élmény, a gyerekek 97%-a tökéletesen végez, végzi az iskolát, nem hiányzik, nem maradozik el, nem bukik meg. Nincsenek zavarok. Abban az esetben, ha az negatív élmény kategóriák száma négy vagy annál több, ez valahol egy kulcs szám. Abban az esetben a diákok fele elmarad bukdácsol, kimarad az iskolából, állandóan hiányzik az nagyon biztató, hogy a másik fele nem. Tehát van egy 50 a ezen nagyon kóros környezetből származó gyerekeknek, akik a negatív élményeik ellenére gyönyörűen végigcsinálják az iskolát. És ez az reményt arra vonatkozóan, ha ugye mindenkit tönkre tenne egy toxikus otthoni környezet, nem lehet nem mit csinálni. De a gyerekek fele jól teljesít és ez reményt ad a gyógyításra. A következő ábrán azt látjuk, hogy terhességben, hogy van a dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer használat aránya. Ugye terhesség alatt. Mindenki tudja, hogy tilos, és mindegyik ábra így néz ki. Tudják, hogy tilos, tudják, hogy tönkreteszik magukat, gyereküket, mégis dohányoznak, kábítószereznek, isznak. Mitől? A negatív gyermekkori élményektől. Azt gondolom az ábrák teljesen egyértelműek. És szinte az összes kóros negatív magatartás formára ugyanígy néznek ki a görbék. Ha nincs negatív gyermekkori élmény, alig fordul elő kóros magatartás, tele van negatív gyermekkori élményekkel. Sokkal negatív magatartás. Hasonlóképpen néz ki a fogvatartottak között. 9,3% összesen azoknak az aránya akik Nek nincsen negatív gyermekkori élménye. Az összes börtönbelévő lévő emberben szinte, ha az alsósort megnézzük a börtönlakók fele, több mint négy negatív gyermekkori élménnyel rendelkezik. A dolog jelentőségét az egészségügyi világszervezet is fölismerte. Egy részletesebb, 33 kérdésből álló kérdőívet Csinálta a WHO, amiben benne van a környezet, a lakott környezetnek a fenye, háborús élmények, a kortársaknak a kegyetlenségei, és a válaszok egyébként árnyaltabbak, soha nem történt ilyen gyakran, folyamatosan ez történik, sokszor történik, és természetesen ott van a nem kíván válaszolni kategória is. Természetesen rengeteg vizsgálatot végeztek arra vonatkozóan, hogy milyen élettani folyamatok mutathatók ki, és azt találták, hogy a baloldali képen a normál agyi keringést látjuk, a frontális terület van bekarikázva. Ugye abban az esetben, ha sok a negatív élmény, ez az agyi terület gyakorlatilag alig kap vérellátást. Ugye lefagy a negatív gyermekkori élmények hatására. És a génjeinkben, amelyek normális esetben metilálódnak az életünk során. Ugyanaz történik, ugyebár a cukor esetében talán közismert a hemoglobin A1C, amikor a hemoglobinra cukor rakódik rá az életünk során, normálisan is változnak fehérjéink az életünk során. Ezek a génjeinken ülő fehérjéknek egy speciális helye, azt, ezt hívják ugye epigenetikának, és azok metilálódnak normálisan. És tessék megnézni. Az elhanyagolt gyermekekben ez a metiláció elmarad. Tehát a negatív gyermekkori élmények ráülnek a génjeinkre. Sajnálatos módon a negatív gyermekkori élmények a következő generációra is átadódnak méghozzá úgy, hogy ugye rosszul kereső szegény betegek, beteg emberek lesznek tele különböző szenvedélybetegségekkel, maga válik problémás szülővé, amikor szülővé válik. Ne felejtsük el, ugye öt kérdés a szülőkre vonatkozik a tízből. És így nem elsősorban genetikailag, hanem magatartásunkkal adjuk tovább a következő generációnak a negatív életvitelt. Ugye mindennek az alapja a megelőzés. Én azt gondolom, hogy ha valaki tisztába van, tisztába kerül egyáltalán azzal, hogy mit tesz valójában a gyerekével, amikor elhanyagolja, majd megveri. Nagyon sok közlemény foglalkozik most azzal, hogy szexuális erőszak, hogy ne verjük a gyereket, és így tovább. Hát ennyire kérem szépen. Tönkre teszi az életét a saját gyerekének az, aki rosszul bánik vele, egészen nyugdíjas koráig kihatóan. Azt gondolom, hogy ha ezt valaki megismer, és valószínűsítem, hogy a házassági tanácsadáskor védőnők és itt tovább, ezt kellene, hogy elmondják a szülőknek, hogy mennyire meghatározza az életet az, hogy hogy bánnak a gyerekükkel. Másrésztről ugye kezelnünk kell, amikor ez kialakul. A kezelésnek az alapja az, hogy felismerés. Amikor hoznak egy hiányos gyereket, amikor találkozik az ember egy agresszív gyerekkel, egy rosszul tanuló gyerekkel, akkor nem azt kell megkérdezni, hogy miért vagy ilyen rossz, hanem azt kell kérdezni, hogy mi történt veled, fiam. Milyen negatív hatások értek. És ezt természetesen az iskolákban professzionális pszichológusok is megtehetik. A reziliencia. Azaz a stressz képesség, ami leginkább azon múlik, hogy van-e a gyereknek olyan, aki ez odafordulhat. Ez lehet egy, csal, egy segítő családtag is természetesen, de lehet egy tanár vagy lehet egy gyerek pszichológus is. Angliában menekülő szobákat csináltak annak érdekében, hogy amikor problémás gyerek van, akkor nem hazazavarják a toxikus környezetbe, ami miatt problémás gyerek, hanem van egy szoba, ahol van egy hozzáértő profi pszichológus, aki megkérdezi, hogy fiam mi történt veled. Angliában megcsinálták egyébként azt, hogy családbíróságok vannak, el kell menni szülőknek, akik bántalmazzák a gyermeket azzal a fenyegetettséggel, hogy elvehetik tőle a gyereket. Legtöbbször nem kell. Legtöbbször elegendő az, hogyha megismerik azt a tényanyagot, amit most igyekeztem önöknek átadni. És a legvégén van a trauma fókuszált kognitív pszichoterápia, ugye gyönyörű szavak. A lényeg az, hogy igenis el kell menni a dolog gyökeréig, meg kell ismerni, hogy mi történt, és annak megfelelően egy tudatos magatartásformák kialakításával lehet a legjobb eredményeket elérni. A saját vizsgálatomban összehasonlítom egyébként a negatív gyermek tíz darab eredeti amerikai kérdést a WHO kérdőivel, életminőséggel, betegekben, illetve kontroll személyekben. Több mint 50 vénás, drogos embert kérdeztem meg eddig, van-e negatív gyermekkor élménye? Ezt a tíz kérdést így élesbe föltettem. Egyetlen ember volt, aki azt mondta, hogy nincs. Mindenki aki kóros szenvedélyben beesik, gyakorlatilag ezen negatív gyermekkori élmények hatására következik ezbe. Összefoglalásképpen azt szeretném elmondani önöknek, azt mondtam el mostanáig, az észek gyakoriak, halmozódnak, ezen negatív gyermekkori élmények, kúros agyi funkciókhoz, kúros magatartásformákhoz, betegségekhez és korai halálozáshoz vezetnek. Amennyiben az észek száma, ezen negatív gyermekkor élmények száma öt vagy annál több, az élettartam átlagosan 20 évvel rövidül meg. Gondolják bele, 20 év. És igen, lehetséges a megelőzés, lehetséges a felismerés, és lehetséges a kezelés is. Köszönöm szépen. A Mindenki Akadémiája önelőtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.